Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki az ő tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért ideadta, hogy ne ajándékozva nekünk vele együtt mindent. Amen. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a megjelent gyülekezetet Pál apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén hallgassuk szeretettel és figyelemmel a 7. A osztály szolgálatát. Más néven hitújítás a 16. században Nyugat- és Közép-Európában a katolikus egyház megreformálására indult mozgalmak megnevezése. Luther Márton, Ágoston rendi szerzetes 1517. október 31-én kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontból álló vitairatát. Hitet tett az egyedüli üdvözlés tana mellett. Elítélte a búcsú cédulák árusítását, amelyekkel pénzért árulták a megbocsátást a hívek számára. Október utolsó napja már, a látóhatár fénylő napkeltet ígér, az igaz ember hitből él, a korszakváltó hajnal megajándékozta a világot, szöget és kalapácsot adott egy szerzetes kezébe. Amíg a vártemplomhoz ér, az igaz ember pedig hitből él, suttogta, még csak önmagának, de az egész világnak szól, attól kezdve az üzenet, a kapura kiszögezett hitvallása sok éjszakának, a kinyitott Szent Bibliának fölismert igazsága beszél, az igaz ember hitből él. Később Ulrich Zwingli, majd Calvin János Svájcba is elindította új független vallási mozgalmat. E mozgalmaknak tagjait a pápasággal szembeni tiltakozás, protestálás miatt protestásoknak nevezték. A reformáció egyes irányzatainak szétválása különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház, más néven luteránus egyház, és a református egyház a legismertebbek.
A 16. század közepére a lutheritanok a német lakosság közvetítésével Magyarországon is elterjedtek. Kezdetben a városi polgárság bizonyult fogékonynak a mozgalomra. A szászok, a magyarok és a szlovákok egyaránt megtervezték a Luther Márton tanításán alapuló evangélikus egyházaikat. A magyar királyság három részre szakadása, a nemzeti újraegyesítő törekvések kedveztek a reformáció térhódításának. Az új vallás ettől kezdve a katolikus Habsburgok elnyomó politikájával szembeni nemzeti ügyé vált. A Kárpát-medence lakossága között eleinte Luther tanai domináltak, de hamar ismerté váltak Zwingli és Calvin nézetei is. Elsősorban a magyar köznemesség tért át hamar a kálvinista református hitre. A 16. század második felétől már a magyarság túlnyomó része kálvinista lett. A szászok és a szlovákok megmaradtak a luteránus vallás mellett. A magyarok közül csak a nyugat-dunántúli magyarok maradtak meg többségükben luteránusok. Miksa császár, magyar király, csak külsőleg volt katolikus, pártolta a reformációt. A 16. század utolsó évtizedeiben már a legfőbb országos tisztségeket protestáns főurak viselték, míg a katolikus főpapok közül is többen csatlakoztak a reformáció egyházaihoz. Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk! Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk. Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgába végleges rend legyen. A magyar kálvinista egyház a török hódoltság alatt álló Debrecenben született meg, amelyet a magyar református központjaként Róma néven is emlegeti. Az 1568-as tordai országgyűlés 4 hivatalos felekezetet ismert el, a kálvinista, a luteránus, a katolikus és az unitárius vallásokat. Ezzel Európában szinte egyedülálló módon vallásszabadságot biztosított. A magyar reformációt Dévai bíró Mátyás munkássága indította el. Az ország három része szakadása után a reformáció kimagasló vezetői Mélius Juhász Péter, Heltai Gáspár, Johannes Hunterus és Gárli Gáspár voltak. Károli Gáspár érdeme, hogy lefordította a Bibliát magyar nyelvre. Könnyebb, a szellem szabad, de a képzelet csapunkat szerte szét, de a fordítás alázat. Fordítni annyit tesz, mint meghajolni, fordítni annyit tesz, mint kötve lenni. Valaki más nagyobbat, félig őt vinni, félig vele menni. Türelmén és alázatán által az örök Isten beszél magyarul.
Ha a Biblia csak egy könyv a polcodon, akkor nem elheted át a lényegét. Azt, amiért Isten itt lette, azt, amiért el akarta hozzád jutatni szavait. Ha viszont meghallod az ő szavát, akkor te is továbbadhatod a családodban, a barátaidnak, amit megérthettél belőle. Leírhatod egy képeslapra, egy SMS-ben, s elküldheted biztatásként. Összegyűjtheted a szívedben, de alá is húzhatod a Bibliádban az aranymondásokat. Lemásolhatod a füzetedbe, vagy akár ki is posztolhatod. A legfontosabb az, hogy mindig értsd meg Isten szavát. Ezért fordítsd le magad számára a Biblia mondatait. Vessétek le a régi élet szerint való embert, aki a család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újjatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Efézus 4:22-től a 24. versig. Köszönjük a 7. A-osztálynak ezt a színvonalas megemlékezést. Szerintem nagyszerűen összefoglaltátok a reformáció történelmi hátterét is, meg a lényegét, a mondani valóját. Köszönjük hálásan, és köszönjük szépen a felkészítő pedagógusok munkáját is. Folytatva ünnepi Isten tiszteletünket, énekeljük most a jól ismert 165. dicséretünket. A 165. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Diákok, szeretett gyülekezet, a mai alkalommal a megszokottól egy kicsit eltérő istentiszteleti rendet, istentiszteleti menetet, liturgiát hoztam nektek. Annyit érdemes tudni, csináltuk már ezt a korábbi években, hogy a nagy reformátorunk Calvin Jánosnak a liturgiáját fogjuk végigcsinálni. Ezt 1538 és 1541 között Strasbourgban vezette be és csinálta így az istentiszteleteket. Egy-két új elem fog csupán feltűnni, a többi a megszokott módon lesz. Az istentisztelet első felében lesz majd kivetítve Calvin Jánosnak a bűnvalló imádsága. Azt szeretnélek kérni benneteket, hogy majd fennhangon közösen mondjuk el ezt az imát. Most pedig Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, vizsgáljuk meg most életünket és lelkünket, miközben a 10 parancsolat igéit hallgatjuk. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot, azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok,
Megbüntetem az atyák bűnért a fiakat 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem is, megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki nevét. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkád ne végezzen azon se te, se fiad, se lányod, se szolgálód, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Amen. Szeretett gyülekezet, valljuk most meg bűneinket, mondjuk el fennállva, fennhangon Calvin bűnvallóimáját. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. És a 171. dicséretünket énekeljük. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Mindenható, kegyelmes atyánk Jézus Krisztus által. Magunkat megalázva fohászkodunk hozzád szent lelked ajándékáért. Légy jelen közöttünk, szent lélek Isten, engedd, hogy a te igéd és az arról szóló bizonyságtétel építse és jobbítsa életünket. Amen. Amen.
Szeretett testvérek, Isten igéjét az Efézusi levélből olvasom közöttetek. Pál apostol Efézusiakhoz írott levelének 4. fejezetéből, a 4. fejezet 22. versétől a 24. versig tartó szakaszt. Vessétek el a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Eddig Isten írott igéje. Kedves diákok, szeretett gyülekezet, remélem mindenkinek ismerősen csengtek ezek az ige szakaszok, vagy ez az ige szakasz, ige versek, ugyanis a 7. A osztály az előbb gyakorlatilag ezzel az ige szakasszal zárta az ünnepi szolgálatát. Hallottuk így az istentisztelet elején a reformáció történelmi vonatkozásait, és én úgy éreztem, hogy ez a záró rész, itt az Efézusi levélből felolvasott rövid szakasz, ez lesz a legmegfelelőbb arra, hogy lelki értelemben is tovább gondoljuk egy kicsit a hallottakat és magát a reformációt. Hadd kezdjem egy egyszerű kijelentéssel, amivel semmi újdonságot nem fogok elárulni. A reformáció az mindig a megújulásról szól. Valami, ami régi, valami, ami elromlott, ami megromlott, ami megérett a javításra, azt megvizsgáljuk és rendbe hozzuk. Nagyon ismerősek lehetnek ezek a gondolatok, de az is igaz, hogy 21. századi fejjel és aggyal egy kicsit furcsának tűnik ez a fajta gondolkodás. Mert mi nem igazán újítgatunk már, ezt valljuk be. Mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy sokkal inkább cserélünk. Elromlott a tévé, csere. Elromlott a mosógép, csere. Dél körül lemerül a telefonom, csere. És ez hozzátartozik az is, hogy sokszor nincs is lehetőségünk az elnyújt gépeinknek a javítására, ezt belátom, de tovább viszem a gondolatot, mert tovább kell, hogy vigyem, ugyanis ez a fajta gondolkodás, ez a folyamatos cserélgetés, ez bizony mi lemásoltuk az életünk egyéb területeire is. Mert manapság az ember erőszeretettel cserél lakhelyet, akár hazát is. Cserélünk könnyedén munkahelyet vagy iskolát, lecseréljük a baráti körünket, lecseréljük a párunkat vagy a házastársunkat. És félre ne értsen senki, nem azt akarom mondani, hogy ilyet nem tehetünk. Csupán azt szeretném hangsúlyozni, hogy túlságosan gyakoriak a mai ember életébe az ilyen súlyú cserék. Pedig tudjuk, érezzük, látjuk, hogy ez nem jó, hogy ez nem egészséges. Elég, ha csak szétnézünk magunk körül, nézzünk szét a társadalomba. Ha ti csupa, céltudatos, boldog és kiegyensúlyozott embert látok, akkor légy szíves, szóljatok, mert én rossz helyre figyelek. Be kell látnunk azt, hogy van az életünkben olyan dolog, ami bizony csereszavatos, hogyha elromlik, akkor kapunk helyette egy másikat, de van, ami nem ilyen, mert nem lehet lecserélni. És általában a lelki dolgok azok pontosan ilyenek. És ezt nem én találom ki, hanem maga a mindenható Isten mondja ezt a mai igén keresztül. A másik emberhez való ragaszkodás, a szeretet, a szerelem, a hitünk, ezeket nem tudjuk cserélgetni egyik napról a másikra. És mi mégis nagyon szeretnénk, nagyon le akarjuk őket gyakran cserélni, mert azt gondoljuk, hogy elromlott, hát cseréljük. Így láthatunk olyan embereket magunk körül, akik egyik napról a másikra folyamatosan elköltöznek, egyik embertől a másikhoz menekülnek, egyik vallásból a másik vallásba áttérnek, mégsem találják meg a számításukat. Emiatt haragosak, haragszanak a társukra, a főnökükre, a tanáraikra, haragudnak Istenre, és minthiába nincs javulás az életükbe. Drága testvérek, egy dolgot soha ne feledjetek el, és ezt tudnám, akkor többszörösen aláhúznám most, mielőtt elkezdenénk cserélgetni magunk körül, lakhelyet, munkahelyet, barátot, szerelmet, hitet, azért, mert rossznak ítéljük, nézzük meg először, hogy esetleg nem mi magunk romlottunk el valahol. Mert ha ezt az egyetlen egy kérdést gyakrabban feltennénk magunknak, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fájdalomtól kímélnénk meg önmagunkat is, meg a másik embert is. Bizony, nagyon sokszor bennünk van a hiba. És nem cserére van szükség, mert önmagunkat nem tudjuk lecserélni,
hanem megújulásra lenne szükség. És itt érek most a bevezető mondatban elmondottakhoz. A reformáció az mindig valamiféle megújulást kell, hogy jelentsen. Valami, ami hibásan működött, ami javításra szorult, azt megvizsgálták, és a hibát láttak, azt orvosolták. Reformátor őseink sem egy új vallást álmodtak meg, hanem a régit elkezdték megújítani. Így lett az érthetetlen templomi alkalmakból anyanyelvű istentisztelet. Így lett egy ijesztő, haragos Istenből egy emberközeli és megbocsátó Isten, olyat, akit atyánknak nevezhetünk. És tudjátok, ez a fajta megújulás, ez nem csak a hitünket kell, hogy érintse, hanem a teljes személyiségünket is. És ma az Efézusi levélből számomra kiderül, hogy hogyan tegyük ezt. Nézzük még ezt meg a mai alkalommal. A szakaszunk első fele így hangzik. Vessétek el a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Azt kéri tőlünk a mai napon a mindenható Isten, hogy keressük meg magunkban azokat a részeket, akik csalárdak, akik tele vannak gonoszsággal. Az értelmező kézi szótár szerint a csalárd az, aki természeténél fogva hamis. Van benne ott mindig egy kis csaló szándék. Az a csalárd, aki képes arra, hogyha úgy kívánja a helyzet, akkor akár hazudni is tud. És egy kicsit őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor mindannyiunknak van az életünkben egy bizonyos pont, ahol csalárdak vagyunk. Hol jobban, hol kevésbé, de bennünk van ez a csalárdság, ami egy hiba. Hiba, ami javításra szorul. És valóban a Szentírás nem azt mondja, hogy cseréljünk ki bármit is magunkban, hanem azt írja, így folytatódik a szakasz, újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Tehát egy belső megújulásra hív ma a reformáció ünnepén a mindenható Isten, mind lelki, mind pedig szellemi szinten. És hogyha ezt eddig megértettük és tudtátok követni a gondolatmenetet, akkor már csak annyit kell kideríteni végezetül, hogy mindezt hogyan is tegyük. Úgy folytatódik a szakasz, hogy öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Két szót hadd emeljek ki, szentség és igazság. Legyen ez a mai napunk két kulcsfogalma. Innen kell kiindulni, amikor reformációt akarunk létrehozni valahol, akár az életünkben, akár a közösségünkben. A szentséget és az igazságot keresték több mint 500 évvel ezelőtt a reformátor ősök. És tudjátok, a mi megújulásunknak is a szentség és az igazság lesz a kulcsa. Szentség az, ami nem emberi. Szentség az, ami isteni. Nekem a szentség az, ami változhatatlan, ami kezdettől fogva van, és nincs benne semmi változás. A szentség az a mindenható Isten. Az, aki szeret engem, aki gondot visel rólam, aki vezeti az életemet. Az igazság a másik, az alapvetően sokoldalú. Sokan azt hiszik, hogy igazuk van, gyakran két ellentétes véleményt képviselők is igazat adnak maguknak, nekem viszont az igazság az, ami a Bibliában van. Az igazság az, hogy mindannyian céllal vagyunk ott, ahol. És ezt a célt, ezt Isten igény keresztül tudjuk megtalálni. Hiszem azt, hogy a mai napon nekem az a célom, hogy rávilágítsalak benneteket arra, hogy mindannyiunk élete folytonosan, folyamatosan reformokra szorul. Hogy bizony mindig benne van a pakliban, hogy mi magunkban is van egy kis javítani való. Mind a személyes életünkben, mind a közösségünkben. Mert számomra ezt is jelenti a reformáció. Van még néhány napunk a szünetből. Én szeretnék arra bátorítani mindenkit, hogy figyeljünk ebben a pár napban sokkal jobban magunkra, mint eddig. Ebben a pár napban ne a másikat figyeljük, hanem keressük a hibát most, meg a csalárdságot, meg a hamisságot önmagunkban. Legyünk bátrak és fedezzük fel, hogy mik azok a dolgok az életünkben, amiket meg kell, hogy újítsunk, amit meg kell, hogy reformáljunk szentséggel és igazsággal. Én hiszem azt, hogy így lesz számunkra 2019. október 31-e valódi reformáció. Így legyen. Amen. Imádkozzunk.
Szerető és megtartó mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy rávilágítottál igéddel arra, hogy az emlékezésen túl ez a mai nap arra is szolgál, hogy mi magunk is újulni tudjunk. Megvalljuk neked, hogy nagyon ritkán érezzük ezt. Ritkán merjük beismerni magunknak, hogy nem mindig a környezetünk a hibás, a rossz, hanem mi magunk is okozója vagyunk és lehetünk a hamisságnak, a békétlenségnek. Kérünk add, hogy megláthassuk a csalárdságot magunkban, és te magad add a szentségedet és igazságodat, hogy meg tudjunk újulni lélekben és elmében egyaránt. Kérünk, így áld meg ünneplésünket, így áld meg iskolánkat és egyházunkat, így áld meg valamennyi tőled nyert áldásra vágyó testvérünket az egész teremtett világon. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ünnepi istentiszteletünk végéhez közeledve, áldásvételre készülve, énekeljük a 390. dicséretünk első két verszakát. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás békességet, és további áldott napot kívánok.